Holnap fog kiderülni, hogy megfásztam előtt sem, de az tény, hogy nem sok dolgom volt a mérkőzésen, de próbáltam mozgásba tartani magamat, ugye erre kért az edző. Hát szerencsére, hogy a másik félről kellett ez a védés, hogy tényleg egy nullára legyen az állás, és megrúgtuk az egyenlítő gólunkat, de ebben a mérkőzésben több volt szerintem, mint az 1-1. Ezt meg kellett nyernünk gólokkal ezt a mérkőzést. Számítottunk rám, hogy időnek az ülőt, és nem fognak nagyon itt támadni, meg a Pintér Attilát ismerve úgy gondolkozik elsősorban, hogy a védekezést szereti megszervezni, de ahogy láttam meg a mérkőzés, és inkább a kontrákra rendeződtek be. Nem igazán kezdtük jól a mérkőzést, mivel csináltuk ezt a buta hibát, és sajnos ez benne van a futballba, de utána azt éreztem végig a mérkőzés folyamán, hogy végig szinte pressingeltünk a 90 perc során, végig azt történt a pályán, amit mi akartunk, rengeteg kapralévésünk volt, szögletünk, beadásunk, úgyhogy számomra ilyen szempontból csalódás az 1-1, még hogyha 1-0 volt helyzete a Győrnek is. De hát én úgy érzem, hogy jó úton vagyunk rajta, ezen kell tovább menni, mert mi is azt beszéljük bent az öltözőben, hogy ennek a munkának, amit elvégzünk, ennek ki kell, hogy jöjjön. Tehát ez a sorozatban nem tudom hányadik a mérkőzés, amikor mondom végig azt történik a meccs, amit mi akarunk, és nem tudunk győzni. A 6. percben szerintem magunknak rúgtunk egy gólt, mert a Győrnek nagyon momentuma nem volt utána sem, és tényleg én csak szurkolni tudok onnan a kapuból, hogy ez most befelé pattanja, vagy valami. Én ugye onnan nézem már, hogy elhagyja Sztefán Micsoda a labda, például az első fél időben a kapufánál, mondom, nem ért bele a Sasa, és mégis kifele pattan, basszus, ez sajnos ez szerencsétlenség volt a mai napon, de szerintem, hogyha mi megtesszük a dolgunkat, ugye dolgozunk keményen, és az előbb-utóbb az eredményező lesz. Nem jó, hogy kezdeni a mérkőzés, de úgy készültünk a mérkőzés elején, hogy 90 percig tart a mérkőzés, érezzük, tudjuk azt, hogy jó erőben vagyunk, hogy bírjuk végig, úgyhogy az, hogy most 6. percben gólt szereztek, így nem szekte a kedvünket, tudtuk jól azt, hogy ha meg tudjuk csinálni azokat a taktikai elemeket, meg azokat a dolgokat, amiket beszéltünk az öltözőben, akkor lesznek lehetőségeink, és akkor azon fog múlni, hogy esetleg mennyire tudunk nyerni. Ez végül is bejött, mert mondom, végig nyomtunk, csak egy gól sikerült rúgni. Ahol kezdtük az első félidőt, ennél a kapunál a pálya sajnos ugye nagyon megázott és használhatatlanná vált. Ez mind nehezítette a mi dolgunkat, kapusokét és mind a támadókét. Ugye ezt láthatunk nálunk a másik félidőben sajnos, hogy megfogta a labdát. De hát ez alkalmazkodni kell a talajhoz, mert most már ugye ilyen időjárás lesz, úgyhogy ez van sajnos. Ha mérkőzésen tudunk dominálni, vagy tudunk pressingelni, akkor az azt jelenti, hogy a labda az ellenfél tér felé van, nem a mi kapunk előtt, így kevés a sansz arra, hogy gólt kapjunk. Szerintem ugyanezen az úton fogunk menni tovább is, és ezt kell csinálni, MTK ellen meg mindenféleképpen nyerni kell, ha bár minden meccsen nyerni kell. Talán abban bízunk, hogy az MTK nem szereti ezt a stílust, amikor lepresszingelik őket, vagy határozottan fellép egy csapat ellenünk, de hát meglátjuk.